ezzel a problémával mindenki megküzd, a különböző népcsoportok is, tehát nem csak a székelyekről, a bukvénszékelyekről, de akár a vallási életről is beszélhetünk, minden téren megküzdenek, és az abban lévő vezető csoportok nagyon sokszor összeülnek, és ötölnek, hatolnak, hogy mit lehet tenni. Egyik ablakon kimegyünk, a másikon visszamegyünk, és újra kezdjük. És most is ez a feladat folyik, hogy hogyan lehet a fiataloknak ezt az utat megmutatni. Azt gondolom, hogy nem könnyű, és nem is lehet csőstől a házba menni, hanem én azt szoktam mondani, hogy kell hagyni, hogy éljék az életüket, de ugrásra készen kell lenni, és amikor a gyerek nyitott, vagy egy fiatal felnőtt nyitott, legyen lehetősége. És ezeket a lehetőségeket kell megadni.